Az új környezettel ismerkednek az első osztályos gyerekek a szekszárdi Baka István általános iskolában. Itt közel 20 éve dolgoznak az oktatók az úgynevezett Meixner módszerrel, ami szerint az írás-olvasást csak nagyjából 6 héttel a tanév kezdete után vezetik be a tanórák rendjébe. Az eredmény nagyon-nagyon jó. Ez egy olyan módszer, ami nagyon jó alapokat ad, a gyerekek jól elsajátítják, megtanítjuk az összes betűelemet, tehát elkezdjük a levegőben nagy karmozgással, padon, csomagolópapíron, lejárják a betűformákat, és amikor megvannak a betűelemek, íráselemek, akkor kötjük össze őket betűkké, a betűket pedig később szavakká, szavakat mondatokká alakítjuk. Egy nagyon jó módszer, igazából a diszlexiás, diszgráfiás gyerekeknél kezdték el először alkalmazni, egy biztos módszer az írás-olvasás tanítására. Akármilyen módszerrel is tanítják, az írás és az olvasás első követelmények között vannak az általános iskolákban. Ennek ellenére a lakosság 1%-a egyáltalán nem rendelkezik ilyen készségekkel a világon. Ezért döntött úgy az UNESCO 1965-ben, hogy szeptember 8-át az analfabétizmus elleni küzdelem nemzetközi napjává nyilvánítja. Az írás tudatlanságnak több fajtája van. A legalapvetőbb, amikor valaki egyáltalán nem ismeri fel, vagy elfelejtette az ABC-t. De tudományos szempontból digitális és funkcionális analfabétizmust is megkülönböztetnek. Ezek közül az első azt jelenti, hogy valaki nem tudja helyesen értelmezni, például az online térben elterjedt nyelvi kódrendszert. A funkcionális írástudatlanság pedig akkor áll fenn, ha valaki ugyan kibetűz egy-egy szót, de a teljes szöveg értelmét már nehezen fogja fel. Ez sokkal kevésbé látható, alattomosabb, és itt már rosszabbul állunk számokkal is. Magyarországon az európai átlagot szoktuk megjósolni, hogy a 25-30% a népességnek a funkcionális analfabéták száma. Pedig írni nem kevesebbet jelent, mint információt átadni. Ez pedig a kutató szerint olyan szükséglete az embernek, ami alapjaiban határozza meg az életminőséget. Ez minden esetben az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának megfelelő életmód és bánásmód, a demokratikus gondolkodás és egy-egy ország fejlődése, a fenntartható fejlődésnek az egyik eszköze és záloga. És hát sajnos arról is beszél az UNESCO, hogy a COVID és a klímaváltozás az jelentősen rontja az esélyeit a írástudatlanság elleni harcnak. Az UNESCO eredeti célkitűzése egyébként 1965-ben az volt, hogy 2020-ra felszámolják a Földön az analfabétizmust. Erre viszont várhatóan még sokáig nem kerül sor.